Hát ez most ugye egy teljesen új autó a tavalyihoz képest. Egy hónappal ezelőtt voltunk körülbelül az FS East versenyen, ugye ami itt volt az Euroringen. Hát már így is elég jó eredményeket sikerült elérnünk. Miközben Heimler Tamás csapatvezető lelkesen mutatta be a Neumann János Egyetlen Formula Student versenyautóját, közben a csapat tagjai az utolsó simításokat végezték a járműben. A benzines motorral felszerelt autónak augusztus 16-ától a Formula Student Hungary versenyen kell majd helytállnia. Egy olyan autót kell tervezni, amit egy hétvégi versenyzőnek el lehet adni, és akkor erre épül fel az egész verseny hétvége. A főiskolás és egyetemista csapatoknak számtalan feltételnek kell megfelelniük. Ezeket egy 150 oldalas szabálykönyvben foglalták össze. Ráadásul nem is elég csak egy gyors versenyautót építeni. Az Endurance versenyfeladat például kifejezetten a jármű gazdaságosságát, irányíthatóságát és tartóságát teszi próbára. Az induló csapatoknak kevesebb, mint a fele képes teljesíteni ezt a versenyszámot, és miközben az autó gurul, a menedzser szakos hallgatók is kiveszik a részüket a megmérettetésbe. Vannak statikus versenyszámok, ennek az egyik része ugye ez a business plan, ahol egy teljes üzleti tervet építünk az autó köré, hogy mi egy fiktív tervezőiroda vagyunk, és hogy mi ezt a terméket szeretnénk eladni. Akkor van még egy olyan versenyszám, hogy cost report, ugye itt egy teljes költségvetést kell az autóról írni. A kecskeméti Formula Student Car azonban készen áll, ahogyan azt a hétfői tesztek is bizonyították a go-kart pályán. A legnagyobb kihívás a fiatalok számára évről évre a csapategység megtartása, hiszen sokan távoznak az egyetemről, így folyamatos a változás az emberállományban. Ennek ellenére idén is gazdaságos termékről van szó, ami komoly sebességgel és 5 liter alatti fogyasztással képes repeszteni a versenypályán, állítja a lelkes, több mint 10 főből álló csapat.